A Celtic Parkból Celtic Real Madrid bajnokok ligája csoportmérkőzés a harmadik fordulóban a skót bajnok fogadja a rekord győztest, úgyhogy egy jó kis jó hangulatú, elég érdekes összecsapásnak lehetünk ma szemtanúi. Az eddig nyeretlen Real Madrid, az eddig nulla pontos Celtickel csap össze, úgyhogy mindenféleképpen érdekes találkozó elé nézünk, hiszen a Celtic az elmúlt fordulóban kikapott 2-1-re a Leicester City-től otthon, előtte pedig 3-0-ra Liverpoolban, a Real Madrid pedig 3-2-re kapott ki Leicesterben, majd egy egyet játszott Liverpoolban. Jöjjön a BL himnusz! Itt látható a Celtic összeállítása, a görög kapus Vasilios Barkas nevével kezdődik a Celtic összeállítása. További nevek Eduard és Adjetik, ez majd elő a két támadó, McGregor, Brown és Christie és Cote középpálya, Taylor, Adger, Duffy, Julian és Frimpong pedig a védelemben. A hangulat természetesen kiváló, itt szerencsére azért vannak nézők, nem úgy, mint a valóságban, úgyhogy tényleg, ha hangulatos meccsekre vágyunk, legalább a FIFA és illetve a PES is azért ezt megadja nekünk, úgyhogy kezdődik a Celtic Real Madrid összecsapás a Bajnokok Ligája harmadik fordulójából. A G csoportból, zöldben a Celtic, feketében pedig a Real. Adjeti, Brown. A csoport másik mérkőzésen ugye Liverpool játszik a Leicesterrel. Mendy, Valverde. És Rodrigo kap egy kiváló kiugratást, az, hogy hol vannak a skót védők, az egy jó kérdés, de Rodrigo a 16-oson belül van, ez a lényeg, és egy óriási bravúr elsőre, az ismétlés pedig oldalháló. Rodrigo szerzett már mesterhármast is a Bajnokok Ligájában a fiatal létére, fiatal korának ellenére. A Galatasaray elleni 6-0-as BL meccsen tavaly, most is megrúghatta volna az első gólját. Viszont mind a kétszer elhibázta az ittszert, előbb egy óriási védés Barkasztal, utána pedig egy nagy egy oldalháló Frimpong teszi középre, Ramosnak kell aztán mentenie. Kroos, Benzema, a következő fordulóban ugye majd a Bernabeu-ba utazik a Celtic, és ott csapnak össze egymással a felek. Benzema helyzetben, nagy lövés, óriási gól! Vezet a Real Madrid, 12. perc, ezt nagyon eltalálta Benzema. Rodrigo még kiadta az első helyzetet, aztán az ismétlés oldalháló lett. Most viszont Benzema nem kegyelmez, vezet a Real Madrid a Celtic Parkban elég hamar. Nyilván kötelező most a Realnak a győzelem, már csak azért is, mert a Liverpoolban azért a döntetlen elfogadható, de azért a Leicester elleni vereség azért fájó lehet, és ez az 1-2 meccs alatt, de hát az idei szezonban a valóságban és a tavalyi szezonban a valóságban is egyébként pont így kezdett a Real, hogy egy vereség, egy döntetlen, és két meccs után egy pont. Aztán tovább jutottak a csoportban, de a 8. döntő jelentette a végállomást az előző szezonban. Kriszti. Frimpong. Kriszti. Helyzet. Kriszti egyenlít. Hát Kurtá fogja meg. És láthattuk azért ott a visszajátszásnál, hogy Benzema át se vette. Pattogott előtte, kivárta a megfelelő labda helyzetet, és abból rúgott egy hatalmas nagy gólt. Hazard. Befelé húz a belga. Hazard. Majd egy szépen teker. És ott a második Real Madrid gól. Óriási góllal. 0-2, hát majd csak nagy gólokat tud lőni a Real Madrid. Hazard is beköszön. A Leicester City ellen is eredményes volt idegenben Angliában, most pedig Skóciában is gólt szerez. Itt vezeti befelé Hazard, még egyel, majd utána, hát ez egy tényleg csodálatos gól, a kapufa segítségével megy be. Hát egyelőre gólszépség verseny itt a Celtic Parkban. Hát lehet szavazni, hogy melyik volt a szebb gól, Benzemáé vagy Hazardé. 17 perc után 0-2. Nagy bajban a Celtic, amely így három vereséggel kezdene. McGregor. Christie. Adjeti. Frimpong indul be. Frimpong helyzetben. Frimpong nagyon szép meglátás, és a felső lét segíti ki a Real Madridot. Még egy visszaollózás, és hozhatja a Real Madrid. Hát, hogyha ebből gólt szerzett volna a Celtic,
az is azért a nap góljai közé tartozott volna. Nagyszerű megoldás volt ez Frimpongtól. Hazard! Ezzel pedig már Juliennek kell szerelnie. Frimpong! Kriszti! Vissza Frimponghoz! Hát ez óriási lehetőség volt a Celtic előtt. Kapufa lett a vége. Brown! Indulott Frimpong, és nem volt le sem Frimpong, úgyhogy itt az újabb lehetőség. Frimpong adja be, ott a lehetőség, és nem volt pontos a beadás, úgyhogy hozhatja a Real Madrid. Benzema. Hazard, Benzema. Újra Hazard. Még egyel a belga tovább, és ez így óriási zitter Hazard előtt. Messziről egy nagy lövés. Így tud védeni Barkas. Korábban ugye az Elkatén kapusa is volt a görög válogatott hálóőr. Kroos szöglete. Ez kapura megy. És a kapu tetején landol végül. Szép megoldások vannak a meccsen, nem mindegyikből születik gól, de van olyan, amiből igen, azért Hazard tekerés, ami a kapufáról ment be, és Benzema bomba gólja is szépségdíjas volt, és ha mondjuk ez a cross szöglet, vagy ez a Frimpong emelés bemegy, tényleg a látványos gólok meccse lett volna. Ettől függetlenül még mindig az ez a találkozó itt a Bajnokok Ligájában. Kroos! Azért ő is nagy lövő messziről, Kroos! Meg is teszi a lövést, így lehet gólpassz! Barkas viszont kivédi. A védőről pattant vissza Kroos elé, és Kroos ismételhetett, ez viszont védte a kapus. Jön a szöglet, Barkas lehúzza Benzema feje elől. A spanyol csapat ellen ugye pár éve azért volt a Celticnek nagy sikere, a Real szurkolóknak azért kellemes emlék lehet akár az, hiszen az ősi rivális Barcelonát verte a Celtic 2-1-re, de talán a skót szurkolóknak még édesebb az a futballélmény, amit a Celticnek szereztek. És hasonlóra készültek ma is, de hát egyelőre ez elmarad. Kroos. Brown. Liverpoolban ugye 3-0-as veresége Leicester ellen 2-1-es, de ott is 2-0 után tudott szépíteni a Celtic. Valverde. Casemiro. A Real pedig fordított Leicesterben, majd így is ki tudott kapni. Liverpoolban pedig 1-0-as hátrányról lett egy, vagy 1-0-as előnyről lett egy-egy Real szempontból. Rodrigo! Mit csinál Rodrigo? Mindenkit ott megvert. Egy az egyben szinte, aztán utána végigvitt az összes védőn Rodrigo. A lövése viszont nem talált utat a kapuba. Sőt, a kapuig sem talált utat. Taylor. Brown. Egy harmadik góllal, ha nem lezárhatná a Real Madrid ezt a BL összecsapást. Viszont a Celtic visszajött egy góllal, már pedig Adjeti előtt ott a lehetőség. Adjeti még elakad a blokkban. Carvajal. Casemiro. Valverde. Brown. McGregor. Adjeti. Adjeti még. Adjeti! Kapu mellé bombáz. Veszélyes lövés volt. Elfektette ott Varant is. Adjeti marad a 0-2. Egy perc a hosszabbítás az első fél időben, ami letelik. De talán még egy skót támadásra lesz idő. Adjeti. Így nem. Lefújja a játékvezető. Celtic Real Madrid 0-2. Benzema és Hazard bombagójaival vezet a Real Madrid a Celtic Parkban. És egyelőre első győzelmére hajt ezzel, amely jelen állás szerint megvan, de még van hátra egy fél idő ahhoz, hogy tényleg hivatalos legyen ez a siker, úgyhogy jöjjön a második fél idő. A Real Madrid egy vereség és egy döntetlen után így 4 pontos lenne, a Celtic 0 pontos. Meglátjuk, hogy így alakul-e a találkozó, hogy a Celticnek összejönne a bravúr, hiszen jelenleg a 2,5 meccs alatt nem rúgtak annyi gólt, amennyi most a pontszerzés az elég lenne. Valverde. Ayer támadta meg, Rodrigo, Casemiro, Rodrigo, ő is azért nagy helyzetet hagyott ki a meccs elején. Előtte is megvolt a lehetőség a gólszerzésre, de a Celticnek is voltak azért helyzetei, úgyhogy nem valószínű, hogy a Real Madrid ezt a meccset le tudja hozni kapott gólnék, vagy ha a Celtic a második félidőben is nyújt olyan teljesítményt támadástanilag, vagy még jobb teljesítményt elől, Carvajal. De egyértelműen jobban játszott a Real Madrid az első félidőben, és megérdemelten vezet 2 góllal, és így is nagy helyzeteket hibáztak a királyak. Julien. Lesen Benzema. Szabadrúgással jöhet majd Shane Duffy. Az írvédet a Brightontól igazolta le még a nyáron a Celtic. Benzema jó csellel küldte el Duffyt, és Benzema viheti kapura. Lő is egyet Benzema, és a fölé és fölé vágja. Óriási helyzet maradt ki megint a Real Madrid előtt. Benzema ment zicserben. Hát úgy néz ki, kis gólt, ha nem tud lőni a Real, csak nagyot. És hát ebből nem lett volna bombagól, úgyhogy ki is maradt. Egy hét a kaput talált lövések aránya, ami azt jelenti, hogy 5-ször kellett Barkasnak védenie, egyszer pedig Courtois-nak, a többi kettőből pedig ugye gól lett. Kroos. Szép becsúszás, és ezzel jött a Celtic. Ayer mutatta be.
Kezemíra azonban oda csúszik, és ez így a Real Madridé lesz megint. Kroos. Kroos, még egy jó csel. Kroos, Duffy szerel. McGregor. Hozhatja a skót játékos. Adjeti. Carvajal. Casemiro, Rodrigo. Szépen, Valverde. Gyönyörű becsúszás ez is, de így is marad a spanyoloknál. Casemiro, na ez már nem volt olyan gyönyörű becsúszás. Szabad rúgással élt majd a Real Madrid. Kroos. A labda mögött 61. perc. Modric jött Valverde helyére. Kroos kapura! Óriásit véd Barkas. Még ha ezt mondjuk tegyük fel helyezés Kroos, lehet, hogy még egy nagy gól született volna a meccsen. Modric. Modric. Vissza tudja tenni. Na, azból még lehet lövés. Casemiro, Hazárnak kilövi rá. Hazár lövi. És lepattan a blokkról. Jön Carvajal. És ő is lő egyet, az gyengécske. Barkas fogja. Adjeti. Adjeti elpasszolja, Rodrigo, nagyon sok hibával játszik a Celtic itt a második fél időben, Benzema. Ez is volt. Újabb Real szabadrúgás jött befelé. Alig ha fogja onnan kapura küldeni majd Casemiro. Encsam jött Brown helyére. A csereként belül Ödegaard viszont rátekeri! És Barkas fogja meg. Ödegaard jött Kroos helyére egyébként. A norvég játékos ugye Real Sociedadtól került vissza, hiszen a Sociedadnak volt kölcsönadva az előző idényben. Előtte pedig Hollandiában játszott a norvég fiatal. Courtois. Varane. Carvajal. Sok dolga a Real Madrid védelmének összességében ezen a meccsen. Nem volt Courtoisnak egy védenivalója volt. Azon kívül még két Celtic helyzetet lehetett feljegyezni, két Celtic lövést. Benzema, Modric. Taylor. De úgy néz ki, elhozza Glasgow-ból 3 pontot a Real Madrid. McGregor. Varán mellett, nem tudja megtolni, Varán haza, Courtois. Így, Courtois. Elesett a kirúgása közepett, úgyhogy napot a Celtic. Eduard. Vinícius Junior is pályára lép, a másik fiatal brazil Rodrigót váltotta. Rodrigónak meg volt az esélye, hogy ma betaláljon, ez nem jött össze, miközben egy Celtic lövés, amely lepattant Courtois, Varán. Most már trükközgethet hátul a Real Madrid, Frimpong. Hát azért előtte adott talán a legnagyobb helyzete a Celticnek, az a felső léc. Ha az bemegy, sokkal szorosabb összességben a meccs, de mivel nem ment be, ezért szinte lesimázta ezt így a Real Madrid. McGregor. Be tudja adni, na az még helyzet, és ott a gól! Szép itt a Celtic. 78. perc, 1-2. A gólszerző Adjeti. Úgyhogy szerez gólt a Real Madrid ellen a Celtic, és visszajön a mérkőzésbe. Nem nyerte ezt még meg a Real Madrid biztosan, hiszen Adjeti révén még van remény. Nagyon szép csúsztatás volt ez vétetetlen Courtois számára. Altatott az egész második fél időben a Celtic, de így még van 12 perc a skótoknak a bravúros pontszerzésre. Vinícius Junior, Carvajal, hát a hazai meccseiken eddig gólt lőnek a skótok. A Leicester ellen is 0-2 után a második fél időben egy szépítő gól és 1-2. Most pedig a Real Madrid ellen is 0-2 után a második fél időben egy szépítő gól és 1-2. Akkor végeredmény lett, a Leicester City nyert itt, amely ugye 6 pontos a Liverpool, ugye 4 pontos a Real volt, 1 pontos, a Celtic 0 pontosra fordult megelőzően, hát most ez változhat, és Kriszti mehet, nem tudja egyelőre a Celticnek az első pontját megszerezni Kriszti. Kérdés, hogy meg tudja valaki ma szerezni itt a Real ellen a Celtic első pontját, vagy úgy mehet a Bernabeu-ba a Celtic, hogy az első meccset elveszítette a Real-lal szemlélt a csoportban, és azért nyilván Madridban nem lesz könnyebb, sőt nehezebb dolga lesz azért a Celticnek, mert az urkolóik sem tudják nagyon őket úgy biztatni, mint mondjuk itt Glasgow-ban. Hazard. Benzema. Ayer. Julien. Adjeti, aki visszahozta a Celticet a meccsbe. Frimpong. Frimpong. Be tudja adni? Eduard fejjel mellé. De szöglet a Celticnek a 90. percen. Barkas egyelőre még nem jön. Kriszti adja be. Julien fejjel. És fölé megy. De újabb szöglet a Celticnek. Kriszti. Ayer elől kifejeli. Kipattan, ott van McGregor. Encsam nem tud ráfordulni. Modric szerel. Eduard még megvan. McGregor 2 perc csak a hosszabbítás. És Kriszti nincs ellesen. Kriszti áll elvé. És elmegy a kapu előtt. Óriási Celtic helyzet. De kimaradt Kriszti önzően előtte. Ez be is passzolhatta volna. Így viszont a Real Madrid győzelmet aratta Celtic Parkban, Glasgow-ban, 2-1-re nyer, akárcsak a Leicester City-t. Azért nem volt nagyon könnyű meccs, főleg itt a végén, de megdolgozott ezért a 3 pontét a Real Madrid. A Celtic
igazából elveszített egy olyan meccset, amely nem tragikus, hiszen azért a Real Madrid otthon ki lehet kapni, főleg 2-1-re. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, a végeredménnyel búcsúzom. Celtic Real Madrid 1-2, itt van még egyszer Lazar gólja. A meccs talán egyik legnagyobb gólja volt, hiszen azért Benzema sem szerzett kicsit, úgyhogy ezzel köszönöm meg a figyelmet. Celtic Real Madrid 1-2, itt van még egyszer Benzema gólja. Maga elé teszi fejjel, aztán Dur óriási góllal szépített, mert veszerezte meg a vezetést ekkor a Real Madridnak, hiszen ezzel szépített a Celtic. Ajeti, de ez is csak a szépítésre volt elég. Celtic Real Madrid 1-2.